Tisztelt hallgatóim, akik nem tudják, azok itt a képen látják, hogy Magyarország és a világ című könyvünk megjelent. Hát, 2 éves kínlódás után köszönet Kovács Kálmán úrnak az utóbbi 3 hónapban más se csinál, csak reggel este ezzel a könyvvel. Nem azt mondom, hogy feküdt, csak gondolkozva rajta, hogy hogy a francba lehet ezt megjelentetni. Ez a könyv valamikor május környékén elment a kiadóba, és azóta is ott feküdt. Hogy hol feküdt, azt pontosan nem tudom. Szeretném javasolni a tisztelt társaságnak, hogy szerezz meg a könyvet. A könyv, ebben a könyvben valamikor másfél hét múlva, 10 nap múlva lesz ennek a könyvnek a bemutatója a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában. És akkor ott majd én remélem, hogy lehet a könyvből többet hallani. Nagyságrendileg, mindig elfelejtem, nagyságrendileg 100 olyan anyag van benne, amelyben magyar űrkutatók vettek részt, magyar űrcégek mutatják be magukat, és kollégák anyagait lehet megismerni. A könyv itt egyeseknek a kezében van, ez egy fantasztikusan népszerű formában jelent meg Magyarországon. Ilyen, üljenek le, hölgyeim, ide, közel hozzám, ide, ide, ne oda, hátra, közel. Magyarországon ilyen könyv még soha nem volt, valószínűleg nem is lesz, ha csak nem egy másik kiadás. Nagyon népszerűen, nagyon értelmesen beszámol a magyar űrtevékenység 75 évéről. Tehát aki szereti az asztronautikát, az mindenképpen próbálja meg szerezni magának. Egy ilyen könyvet hogyan tudok tovább menni? Az AK merre van? Így. Nos, tisztelt hallgatóim, én arra vállalkoztam, másokkal ellentétben, hogy erről az 1, 2, 3, 4 témáról szeretnék a társaságnak beszámolni. Mint ahogy Kovács Kálmán úr mondta, ennek a szeminárium sorozatnak az a lényege, hogy az ember bemutatja azt, amit ő szeret, utána pedig bemutatja azt, amivel foglalkozott élete folyamán, és legvégül az emberes mars expedíciókról. Ne, oldj már el ezt a villan, kigyújtottak. Jó. A Mars és a Föld néhány adatának összehasonlítása. A lényeg, hogy az a jobboldali ábra ott az egy teljesen hamis, a Mars az körülbelül fele akkora, mint a Föld. Tulajdonképpen a naprendszernek van egy érdekessége, belülről kifelé menet van 3 olyan bolygó, amelyiken előfordulhat az élet. Tehát a nap élet zónájában 3 bolygó van, a Vénusz, a Föld és a Mars. Ugye, hogy a Földön mi van, azt tudjuk. Arra vagyunk nagyon kíváncsiak, és most arról szeretnék beszámolni a következőkben, hogy milyen űrszondák repültek a Marshoz. Azt majd látni lehet, itt néhány paraméter van, ezeket meg lehet nézni. Mondjuk érdekes az, hogy bal oldalt látjuk azt, hogy 687 nap egy keringése a Marsnak Föld körül. A Marsnak bal oldalt lehet látni, rendkívül furcsa légköre van, főleg nitrogénből áll, és a víz benne hát látni lehet legalább, hogy gyakorlatilag nulla. Bár ugyan szakemberek arra számítanak, hogy a Marson van víz. Ma már tudjuk, hogy a Marson van víz, méghozzá nagyon sok víz van. Igaz, nem a megfelelő formában, tehát nem folyékony állapotban,
hanem fagyott állapotban bele van a talajba fagyva. Itt a marsi fejlődést lehet látni. A legkorábbi időszak az 3,5 milliárd év. Ott föl van tüntetve, hogy mi történt akkor a Marson. Aztán a középső, a piros színű, ez pedig a korszak, az 3,5-2,7 milliárd évig terjedt. A leglényegesebb, hogy sűrű légköre volt a Marson, és ma nagyon sokan úgy tudjuk, hogy igen, a Marson volt, hozzátenném, hogy van is élet. Természetesen egyszerű formában, kék alga típusú egyszerű formában a Marson mai ismereteink szerint nem alakult ki civilizáció. Jaj, de jó, az automatikusan csinálja? Nem, rátetted a szemüvegedet. Hogy mondod? Rátetted a szemüvegedet a léptetőre. Így van. És mivel mind a két... Hát a léptető nem is ott van, ne beszéljetek ilyeségük. Mind a két szállal adtad, ott kettőt. Fantasztikus. És én hogy tudok lépkedni? Úgyhogy nyomkodom, ugye? De még mindig nem, jó. Túlságosan előre mentél. Na, az ég állja meg. Hogy tudok én visszajönni sehogy, mi? No. No. Mit szeretnél? Hát szeretnék mondjuk a harmadik diáig elmenni. Jó, elég. Még egyet. Jó, oké. Okay. Jó, most már jó volt. Ez már nagyon jó. Tehát ott tartottunk, hogy hogyan nézett ki a Mars bolygó fizikai fejlődése. Ugye az előbb emlegettem itt a tisztelt társaságnak, hogy a vörös időszakban a Marson rengeteg víz volt, sűrű légkör volt. És azt gondoljuk, hogy élet is volt, azt is mondhatjuk, hogy van. Itt látjuk a nagy északi ősi óceánt. Igazából azok, akik biztosak abban, hogy a Marson ma is van bakteriális élet, azok a krízé, hát látni lehet. Aha. Tehát itt keresték, és aztán itt keresték. Itt szállt le az egyik, itt pedig a másik viking űrszonda. Tulajdonképpen az utópián leszállt űrszonda a mai ismereteink szerint egészen bizonyosan kimutatta azt, hogy a Marson 1976-ban, amikor a Viking 2 leszállt, volt élet. Egyszerű, primitív élet. Nem véletlen, hogy az utópia hatalmas nagy óceánnak a területére szálltak le a kínaiak. A kínaiak azért figyelik a világirodalmat, és persze rájöttek, hogy a NASA az ügyesen ravaszul elhallgatta a viking eredményeket, magyarul, hogy a viking kimutatta a Marson az életet. Hát ez egy ravasz húzás volt a NASA részéről, hiszen mindig lehetett újabb és újabb pénzt kérni egy újabb űrszondára, újabb modern műszerekre, hiszen keressük a Marson az életet. Most jön két ábra, az egyik a Marsszondák egyes, azokat az űrszondákat soroltam föl, akik sikeresen jártak Mars környékén. Itt van a Marsszondák 2, az 2003-tól 2021-ig.
azok az űrszondák, amelyek megint sikeresek voltak. Ez egy szép összefoglalás 1961 és 2022 között. Látni lehet rengeteg marsszondát. A lényeg az, hogy 49 sikertelen kísérlet volt. Mindenféle hibák miatt nem indult a rakéta, elindult, felrobbant. Elindult a Marshoz, nem jutott el a Marsig. Elért az űrszonda a Marshoz, de néhány nappal lesz a vizsgálatok előtt elhallgatott. Tehát összesen 28 sikeres marsszonda volt eddig az évig, és 21 sikertelen, ezt látni lehet. Marsszonda tervek, itt van néhány érdekes. NASA, Oroszország, ESA, NASA, tehát India, Kína is, lehet látni különféle elképzeléseket a jövőre vonatkozóan 2022-től kezdve. És aztán itt van a jövő Mars expedíciók, a Starship és a Super Heavy rakéta, amit ott jobb oldalt lehet látni. Ezt a hordozó rakétát és a vele együtt repítő űrhajót Elon Musk készíti. A tervek szerint 2023-24-re kész kell lenni. Ez az a hordozó rakéta, amelyikkel majd Elon Muskék űrhajókat fognak küldeni a Marsra. A dátumokat ott látni lehet. Igazából én mindegyik elé egy kérdőjelet raknék a 2024-26-28-30-ra is. Ugye a tiszteltársaság tudja, hogy az Elon Musk a világ egyik leggazdagabb embere. Amit ígér, az általában beszokta tartani egy-két éves késéssel. Az érdekessége az, hogy Elon Muskék 2026-ban asztronautákat fognak küldeni a Marsra, és aztán a következő két évenként ismét. Én felsoroltam azokat a leszálló helyeket, összesen 10 darab, ahova marsszondák leszálltak, látni lehet. A legutóbbi a Chuzhong űrszonda volt, és volt még egy friss űrszonda, a Perseverance-ot baloldalt lehet látni. Tehát látjuk ebből az ábrából, hogy a Mars északi féltekéjét bombázták tulajdonképpen a leszálló űrszondák, hiszen a feltételezés az volt, ha ránézünk a Marsra messziről, akkor a Mars déli féltekéje egy olyan kiálló alakzat, a északi féltekéje pedig mélyedés. Ugye az előbb volt egy olyan ábra, ahol bemutattam az ősi óceánokat. Ugyanaz tökben, mint az előbb volt, a sikeres leszállóhelyeket látjuk. 1965 volt az első nagyon sikeres amerikai Mars expedíció, amelyik a Mariner 4-es űrszonda volt. Ez egy NASA űrszonda, és igazából óriási csalódást keltett, ugye. Annak idején azt gondoltak, hogy igen, megyünk a Marsra, megtaláljuk az életet. És ha ránézünk a jobb oldali képre, akkor azt látjuk, hogy van egy hatalmas egy kráter, és vannak kisebb kráterek magyarul, hogy itt nem igazán kell keresnünk az életet. 1971-ben az amerikai Mariner 9 űrszonda rengeteg képet készített. A szenzáció az volt, hogy rengeteg kiszáradt, sok ezer folyó medret találtak, kiszáradt folyókat, ősi folyókat, ami már jelezte azt, hogy lehet, hogy valamikor a Marson volt valami élethez hasonló jelenség. 1976-1981 a Viking űrszondák, a bolygó körül keringő űrszondák és a leszállók hosszú időn keresztül, 5-7 éven keresztül működtek a felszínen,
a válasz van-e élet a Marson? A válasz az igen. A viking leszállók egyik műszere, a négy műszer közül, amelyet G. Levin és Patricia Strát készítettek, ez a Lebel Release kísérlet, amelyiknek ott jobb oldalt látjuk a kísérlet lényegét. Egy kis tartályba mars talajt helyeztek el, ezt meglocsolták radioaktív anyagot tartalmazó folyadékkal, és azt vizsgálták, hogy a tartályban levő élőlények azok mit csinálnak. Az eredmény az lett, hogy ezek az élőlények majdnem 7 napon keresztül élettevékenységet folytattak. A kísérletet utána úgy ismételték meg, ott alul látjuk azt a vörös nyomot, amikor felhevítették a marsi talajmintát, akkor is megismételték a kísérletet, akkor az derült ki, hogy elpusztultak a marsi élőlények. Tehát ilyen értelme ez volt az első olyan kísérlet, amelyet azóta is nagyon sokan magyaráznak, avval magyarázzák, hogy igen, a Marson megtaláltuk az életnyomokat. Van-e életjelenség a Marson? Itt néhány idézetet hoztam itt is arra vonatkozóan, hogy vajon megtalálható-e a Marson, megtalálhatók a Marson az életnyomok. Ugye emlékeztetem a társadalmat, hogy 1996-tól majdnem 10 éven keresztül a Mars Global Surveyor űrszondák sok kiszáradt folyómedret találtak. Itt az egyik, az úgynevezett Nirkál völgyenek egy kinagyított részletét mutatom. 1996-ban ez a Mars Global Surveyor űrszonda felfedezte azt, hogy a Marson ősi mágneses tér volt valamikor. Az amerikaiak ezt állandóan és folyamatosan megkérdőjelezik, de a szovjet szakértők vagy orosz szakértők ezt hiszik. A Mars Global Survey több mint 200 000 képet készített. Bal oldalt látjuk az űrszondát, a kamerát, és jobb oldalt látunk egy fantasztikus alakzatokat. A Mars Global Survey fedezte fel ezeket a foltocskákat, amiről még kicsikét beszélni fogok. A Mars Global Surveyor elhelyezett neutron spektrométer ilyen adatokat küldött a Földre. Bal oldalt látjuk a Mars északi pólusának környékén levő víz. Látni lehet, hogy helyenként 100% víz is van fagyott állapotban. A déli féltekén mondjuk 50%-ig. És ha megnézzük az alsó ábrát, ott egy nagyon érdekes dolgot látunk. Középen van egy szintén olyan terület, ahol vizet talált a HEN nevű orosz űrszonda, és bal oldalt, meg jobb oldalt is. A szakértők feltételezése szerint régen, ősidőkben, néhány milliárd évvel ezelőtt a Marson ezen a környéken volt az északi meg a déli félteken. Ugye itt lehet látni azt, hogy ma a hó és a jég az milyen mértékű a Marson. Itt az északi, egyre több íj van, nem baj. Az északi féltekén látni lehet, hogy milyen óriási nagy víztakaró borítja, hó és jég borítja az északi féltekét, és aztán ahogy változnak az évszakok, látni lehet, hogy idő múlva egy kisebb és kisebb a vízjég. 1999 is fantasztikus időszak volt. December 3-án a Mars Polar Landerrel egy furcsa kísérletet hajtottak végre az amerikaiak,
azt tervezték, hogy látjuk, hogy egy leszálláltség eléri a Mars déli féltekéjét, ebből a leszálláltségből két kis penetrátor eléri a Mars talajt, belefúr a Mars talajába, és vizsgálja azt, hogy van-e ott, hálásan köszönöm, hogy van-e ott víz, és mennyi víz van. Sajnos ez a kísérlet egy nagy kudarc volt, nem sikerült. A három leszállásból egyetlen egy sem sikerült. 2003-ban indították az első európai Mars-szondát, a Mars Express-t, oda fölírta, amelyik még ma is működik. Volt egy leszálló egység, a Beagle 2, ami szépen simán leszállt, kinyitotta a napelemszárnyait, de a napelemszárnyak közül kettő nem egészen működött magyarul. Adatokat nem közvetíti sajnos a Földön. A Mars Expressen radarberendezés van, itt jobb oldalt lehet látni két ilyen radar visszhangot a Marsról. A Mars Express egyértelműen megállapította, hogy a Mars talajában rengeteg mennyiségű víz van fagyott állapotban. 2004-ben két űrszonda szállt le a Marsra, az egyik a Spirit, a másik az Opportunity. Látni lehet, hogy hosszú időn keresztül működtek ezek az űrszondák, és igazából kimutatták azt, hogy a Marson, különösen azon a területen, ahol az Opportunity leszállt, ilyen gömbök találhatók, ezek a szferulák a Földön kapcsolódnak vízi helyekhez, tehát ilyen értelemben az Opportunity leszállási eredmény is azt mutatták, hogy a Marson előfordulhat élet. 2021-ben indult az az űrszonda, amelyik még ma is üzemel. A legújabb vizsgálati eredményeik azt mutatták, hogy a Marson található azon a hegyen, ahova a Curiosity fölmászott, még most is mászik, ott találtak szerves anyagot. A Curiosity a Gale kráterbe szállt le, és ugye látni lehet, hogy még ma is működik, itt a térképen látni lehet ennek az útját. A kráter közepén van egy hatalmas nagy 4-5 kilométer magas hegység, ennek a hegységnek az oldalán kapaszkodik föl a Curiosity, és hát a tervek szerint még valószínűleg néhány éven keresztül fog üzemelni. Itt ismét látjuk ennek a Curiosity-nak a Gale kráterben a nyomát. A legújabb 2019-ben leszállt űrszonda az InSight, amelynek az volt az érdekessége, hogy szeizmométert is vitt magával. Tervek szerint 2 méter mélyre fúrt le, de valahogy fúrás közben a berendezés leállt. Bal oldalt látjuk a szeizmométert. A szeizmométerek mondjuk legalább 2 éve kiválóan működnek, és sikerült a marsi rengéseket kimutatni. No, és akkor eljutunk. Jó, még van egy óra. Tehát eljutunk a mostani marsi űrszondákhoz. Hármat látunk ott, fölül a Tianwen 1-es, az egy kínai marsszonda. Bal oldalt látjuk a leszálló egységét. Alul látjuk a Al-Amal nevű űrszondát, amelyik Mars körüli pályára állt, tehát nem szállt le. Ilyen értelemben két leszállás volt az elmúlt időszakban. A Tianwen 1-es űrszondáról leszállt a kínai leszállóegység, és az amerikai NASA űrszonda is fölküldött egy leszállóegységet, amelyiknek az egyik... Igen, itt közben mutatom az Al-Amal űrszondát. Látjuk, hogy ez egy meglehetősen nagy űrszonda.
ugye elég sok pénze van ennek a kutatóegység fejlesztésére. Általában különféle országokból készítettek műszereket, és a japánok H2-es hordozó rakétával indították a Marshoz azt az űrszondát, amit elváltak. 1921. február 16-a a kínaiak óriási űrszondáját, balodott látjuk a hordozó rakétát, a CZ-5-ös hordozó rakétát, jobb oldalt magát a Tianwen-1-es Mars-szondát, amelyik bolygó körüli pályára állt, és aztán bonyolult manőversorozat keretében egyre közelebb és közelebb került a Marshoz, míg nem február 16-án a Chuzhong rover leszállást hajtott végre az utópia mélyföldön. Ugye mondtam a tisztelt társaságnak, hogy azért a kínaiak figyelik a űrkutatás eredményeket, és tudták azt, hogy az utópián meg lehet találni a marsi élet nyomait. Itt látjuk a leszállási manővert, baloldalt a tisztelt társaság látja, hogy ez is meglehetősen nagy űrszonda, amelyiknek a leszállóegysége abban a kúpos berendezésben volt, és itt látjuk a leszállás néhány fázisát. Nem véletlenül a Chuzhong rover az utópia medencébe szállt le, a leszállóegység vitt egy kis autót, ez a Chuzhong, ez az űrszonda, ez az autócska jól működik a Mars felszínén, és különféle méréseket hajtott végre. Itt lehet látni jobb oldalt a mérőberendezést. Az igazi nagy dobás 2021. február 18-án volt, amikor a NASA Mars autó, látjuk ott a paramétereit, leszállt sikerrel a Mars felszínén, és néhány fantasztikusan új dolgot szállított a Marsra. Először is bal oldalt látunk helikoptert, ami nagy kihívás volt a földi mérnökök számára, hogy vajon a fantasztikusan ritka Mars égkörében működik egy helikopter. Ez a helikopter fantasztikusan működött, mai nap is működik, és a eredeti tervek szerint ez egy kísérleti berendezés volt. Ma is követi a Perseverance autót, és megy utána, fölülről nézi a terepet. A másik újdonság a Perseverance NASA autónak az volt, hogy bal oldalt látunk egy műszert. Hát a társaság látja, nem érni ezt elmutogatna. Tehát itt látunk egy műszert, amelyik a széndioxid légkörből oxigént állít elő. Ennek a berendezésnek a nagyméretű változata fogja majd a következő Mars expedíciók oxigén ellátását biztosítani. Ennek a kísérletnek, a Perseverance kísérletnek van még egy fantasztikus része. Itt bal oldalt látjuk a négy ábrát. A ma elkészült legnagyobb, legbonyolultabb berendezés vitte el a Perseverance autó a Marsra. A lényeg, ott valahol föltüntettem azt, hogy ez a Moxi nevű berendezés itt baloldalt, ez 15 kg oxigént állít elő. A jobb oldalt pedig van egy olyan berendezés, amely talajmintát vesz. A tervek szerint több mint 40 különböző helyről Marson talajmintát vesz, a talajmintákat visszarakja a Perseverance NASA autóba, neked volt igazad előtt, tehát nem rakják le. Én eredetileg azt hittem, hogy vesznek mintákat, lerakják, aztán majd összegyűjtik és visszahozzák. Nem gyűjtik össze, belerakják egy tartályba, és ott jobb oldalt lehet látni kis tartályokat, ilyen tartályokból több mint 40 darabot fognak, 40 darabba helyeznek el marsi talajmintát érdekes helyről. A tervek szerint
ezeket a talajmintákat vissza fogják a földre szállítani, és a földön levő bonyolult berendezésekkel szeretnék ismételten kimutatni azt, hogy a Marson van élet. A Perseverance leszálló egysége az a Jezero kráter, ott jobb oldalt fönt lehet látni, az Osiris medence mellett. Azt gondolják a szakértők, hogy régen ez egy ősi marsi tó volt, a leszálló egység itt ért talajt. A Jezero kráter, mint említettem, ez egy ősi marsi tó nyoma. Ebben a Jezero kráterbe több ősi folyó folyt, itt lehet látni a leghosszabbat, ez a Neretva folyó, az olyan 150 kilométer, aztán van itt egy kisebb folyó, az a Száva, Meder, és itt van egy harmadik. Ez a három folyó volt az, amelyik táplálta az ősidőkben, mondjuk 3,5-4 milliárd évvel ezelőtt a Jezero krátert. Itt lehet látni a leszállást, az amerikaiak furcsa módon szállították le a Perseverance-t, abból a gondolatból kiindulva, hogy ebben a magasságban maga ez a berendezés, ez egy ilyen égidarú, úgy nevezték égidarú, le fogja engedni a leszállóegységet, aztán maga elmegy, nehogy a fékező rakéták beszennyezzék a leszálló helyet, és maga a Perseverance aztán talajt ér a Jezero kráterben. Itt mutatok egy képsort. Az 1,8 kg-os helikopter repüléséről. Itt megint a leszállás manővereit látjuk, jobb oldalt pedig. Ez az érdekesség ezen a területen, itt látjuk a Neretva folyónak az egyik ilyen üledékes részét. A közeljövőben ezt fogják részletesen vizsgálni, hogy vajon megtalálhatók-e ott az ősi marsi élet nyomai. A képen a tervezett útvonalakat mutatom. Mostanában valahol erre járhat a Perseverance, ugye itt volt a leszállóegység, ide lejött délre, aztán majd elindul, megvizsgálja a hordalékkúpot, és ezen az ábrán látni lehet, hogy a hordalékkúp mentén a Neretva valószínűleg végig fogja vizsgálni, és keresi az érdekes talajmintát. A tervek szerint 2026-ban indul majd egy NASA-ESA űrszonda komplexum, amelyik leszáll, látni lehet azt is, hogy mikor száll le a Marson. 2028-ban lesz egy kis autócska, amelyik összegyűjti ezt a tartályt, amelyikben a több mint 40 talajminta van, és aztán az autócska oda fogja hozni a tervek szerint a leszálló egységhez, és a leszálló egységről majd elindul vissza a Földre. Ezek a talajminták, hogy itt a Földön véglegesen ki tudják mutatni azt, hogy van-e a Marson élet, és hol milyen élet van. A tisztelt társaság tudja, hogy a Marsnak két holdja van, a Phobos és a Deimos, odaírtam magyarul a nevüket. Bal oldalra a Phobos, a jobb oldalra a Deimos. Nincsenek egymáshoz ilyen közel, csak ez az ábra mutatja. A két hold közül különösen érdekes a Phobos. A Phobos el is tele van elképesztő mennyiség barazdák, amely ezt mindjárt mutatni fogom. A bal oldalt látjuk a Phobost. Azt írtam fel, hogy Mars űrállomása. A Phobos körülbelül 6000 km távolságban kering
Mars körül, tehát a Phobosra nagyméretű űrállomásokat lehet majd telepíteni, és onnan lehet vizsgálni a Marsot. Ilyen elnyúlt alakú a Phobos, 29 km az átmérője, ez az a rész. Hálásan köszönöm. Tehát ez az a rész, amelyik a Marsra néz. Az érdekessége az egész Phobosnak, hogy van rajta egy hatalmas nagy, 11 km átmérő kráter. 1877-ben Ashraf Hall fedezte föl a Phobost, a Phobosnak és a Mamegin. Tehát a Phobosnak, igen, a Phobosnak és a Deimosnak az az érdekessége, hogy kutya feketék. 0,5-6%-át a napfénynek verik vissza, magyarul koromfeketék. Ezért csak viszonylag nemrég fedezték föl, bár az érdekessége a két hold, tehát a Phobos és a Deimos történetek az, hogy úgy nagyságrendileg 100 évvel korábban Swift megjósolta, hogy létezik a Marsnak két holdja, még a méretüket is megbecsülte, a keringési idejüket is megbecsülte, hogy Swift ezt honnan tudta, talán attól a civilizációtól, amelyik itt járt a Marson és vizsgálta a Marsot. Mindenesetre 1877-ben fedezte fel Hall a két holdat, és azóta rendszeresen figyeljük meg őket. Itt látunk két képet, egy színeset, meg egy fekete-fehéret. Néhány marsi kráternek a nevét öntettem föl. Az érdekessége a Marsnak bal oldalt lehet látni. Itt lehet látni, hogy a Phobos, az előbb azt mondtam, hogy érdekessége a Marsnak, de érdekessége a Phobosnak, hogy a Phoboson elképesztő mennyiségű barázda van. Vannak ilyen irányú barázdák, vannak ilyen irányú barázdák, és vannak ilyen mondjuk 45 fokosak is. Itt jobb oldalt látunk egy Phobos modellt, amin a lényeg az, hogy a többsége a barázdáknak az párhuzamos ebben a tengelyel. Magyarul ezek a pirosak. Ha ráhelyezünk egy szép, jó minőségű Mars Express fotót, akkor ilyen típusú barázdákat látunk. Ezek a barázdák azt sugallják, hogy a Phobos valószínűleg egy réteg barázda felszíni megjelenését látjuk. Magyarul, hogy a Phobos ilyen szendvics szerkezetű. Magyarul azt mondjuk, hogy ez a szendvics szerkezet, ez egy ilyen Phobos modellel, amit ott jobb oldalt látunk, magyarázhatjuk. Ezen a felvételen néhány olyan képet mutatok be a tisztelt társaságnak, ahol teljesen világosan látható, hogy ezek a barázdák belementek a kráterbe. Magyarul, hogy ezek egy belső szerkezetet tükröznek. Az előbb ezt is látták, itt látunk egy északi rajzot ezekről a barázdákról, és ezeken is nagyon sok barázdát lehet látni. Nos, hát tisztelt hallgatóim, akkor következik a... Ugye van még egy fél órám, életkeresés a Marson. Igen. Tehát létezik egy a marsi élettel kapcsolatos magyar elmélet, DDS-MSO hipotézis. A DDS az sötét dűnéket, az MSO pedig marsfelszíni objektumokat jelent. 2000 és 2016-ban a Kollégium Budapest nevű Nemzetközi Kutatóintézetben folytattuk a marsi élet magyar elméletével kapcsolatos vizsgálatokat. Alul látni lehet, hogy 70 angol nyelvű cikk, illetve a könyv részlet, azaz publikáció született a vizsgálatokból, amelyekre mintegy 110 angol hivatkozást kaptunk.
a Kollégium Budapest Marskutató Asztrológiai Csoportja, amely ma már nem létezik, de azért az emberek a része még életben van, egyedül a Gánti Tibor az, aki életét vesztette. Tehát látni lehet, hogy itt vannak fizikusok, bolygókutatók, biológusok, csillagászok, geográfus, fizikusok, akik részt vettek ebben a kutatásban. A Mars Global Survey 1998-99-ben a Mars északi déli pólusánál elképesztő mennyiségű sötét foltot találtak, íme itt lehet látni ezeket a foltokat. Az az érdekesség ezeknek a foltoknak, hogy mondjuk délen a Mars déli pólus vidékén, amikor az egész terep széndioxid alatt borítva, akkor bizonyos speciál helyeken ilyen sötét foltok jelentek meg sokkal korábban, mint ahogy eltűnt volna a széndioxid jég. Bal oldalt látunk egy térképet azokról kráterekről, ahol ott ismételten föltüntettem a kutató társaság embereit, és látni lehet középen is, meg jobb oldalt is. Jobb oldalt van egy sötét düne terep, jobb oldalt pedig ennek a düne terepnek a széndioxid hó és jég által borított területe. Hát ilyen sötét dünefoltokat azt találtuk, hogy tél végén, tavasz elején jelennek meg ezek a sötét dünefoltok. Tulajdonságaik, hogy dönten köralkúak, megnyúlt formák is vannak, évszakosan változnak, és éves visszatéréssel ugyanott jelennek meg. Itt lehet látni azt, hogy ezek a foltok ilyen köralkú alakzatok. Itt lehet látni azt, hogy erősen dőlt terepen a foltokból valami lefolyik, tehát lefolyásos formátúak, és ezeknek a vízszivárgásoknak a vizsgálatából mindenféle érdekes következtetés lehet levonni, ezeket itt föltöntettem. Ugye ezt már mutattam a tisztátársának, hogy a déli és az északi féltekét mennyi talajvizet néhány méter mélységben orosz űrszonda kimutatta. Az amerikaiak a sikertelen déli leszállás után úgy döntöttek, hogy nem ismétlik ma a kísérletet, hanem helyette egy űrszondát majd elküldenek az északi féltekére. Ott látjuk a leszállást, itt jobb oldalt pedig azt látjuk, különösen a bal felső képen, hogy ilyen vízcseppek jelentek meg a leszállás közben, és itt alul azt lehet látni, hogy ezek a vízcseppek, ami hogyan változik. Folytatjuk a DDS vízlefolyások vizsgálatát, itt azt látjuk, hogy bal oldalt, egy 55 km-es déli kráter, ott van a koordinátai. Nem látunk semmit tulajdonképpen. Itt. És aztán látjuk, hogy 3 hónap múlva itt megjelennek a foltok, és megjelennek ezek a lefolyásos jellegű alakzatok. Az érdekessége, hogy ott, ahol leértek a vízszintes területre, ott egy ilyen nagy tócsa alakult ki. Ugyancsak ilyen DDS vízlefolyásokat mutatok ezen az ábrán, a méretek ott körülbelül fel vannak tüntetve. Itt is az az érdekesség, hogy indul a lefolyás, és aztán ott, ahol leír a vízszintes talajra, ott kialakul egy ilyen nagy tócsa, ez most ugyanaz, a vízlefolyások, a szipécsekről mutatok egy ábrát. A Riazon kráter egy felvétel sorozatát mutatom, 10x100 méteres
részek, amin szintén nagyon jól lehet látni, ahogy az idő folyamán ezek a vízlefolyások kialakulnak, és aztán a végén eltűnnek. A DDS-ek évszakosan változnak, erről beszéltem, ha megnézzük itt a képeket, különösen alul látni lehet, ahogy néhány marsi hét következtében. Először a sötét hó és jégmezőn megjelennek ilyen foltok, aztán egyre erőteljesebbé válnak a foltok, nyáron pedig valami marad még ott, ahol korábban ilyen foltok voltak. Mutatom a tisztelettársaságnak azt, hogy éves visszatéréssel ugyanott jelennek meg. Itt azt lehet látni, hogy két különböző időszakban hasonló alakzatok jelentek meg. Ez jelzi azt, hogy valami a Mars talajában, a sötét dűnefoltok alatt van, ami éves visszatéréssel megjelenik. Itt van az összegzés, aminek az a lényeg, hogy van sós víz a Marson, a déli féltekén, meg az északi féltekén is. Azt gondoljuk, hogy a DDS-ek lehetnek Mars felszíni organizmusok formái. Tehát arra utal ez a hipotézis. Nos, tisztelt hallgatóim, akkor ugye van még 30 percem. Merre van a kovácska? Onnan jó. Tehát kaptam még 30 percet, és szeretnék egy kicsikét emberes Mars expedíciókról beszélni. Az emberes marsi leszállások ma napság egy nagyon aktuális téma. Itt látunk egy ilyen ábrát. Elon Musk nevű amerikai milliárdos kapta azt a feladatot, hogy a Holdra és a Marsi leszállókat készítsen a Starship űrhajónak. Látjuk itt két változatát. Ugye Elon Musknak feltett szándék, azt mutattam a társaságnak, de azt hiszem, hogy itt is kéne lennie, nem? Nincs, na nem baj. Tehát Elon Musk az a mániája, hogy kezdetben automata űrhajókat fog küldeni a Marsra, ott jobb oldalt látjuk azokat a rakétatípusokat, amelyet használni fog. A Super Heavy rakéta, jobb oldalt látjuk magát a nagy rakétát. Itt pedig itt van az a Starship, amelyik a tetején van, úgy fogják elküldeni a Marshoz. Elon Musk elképzelése szerint baloldalt látjuk a földi fejlesztéseket, jobb oldalt látjuk a Hold programot. Elon Musk kapta feladatul azt, hogy készítsen olyan Hold rakétákat és űrhajókat, amelyekkel el lehet majd jutni a Marsra. A tervek szerint, ha ez igaz, akkor 2024-ben az Artemis 3 program keretében egy amerikai női űrhajós és valószínűleg egy néger űrhajós le fog szállni a Hold felszínén, és ez emellett egyébként még nagyon sok alkalommal szállnak le amerikai űrhajósok a Holdra, és gyakorlatot szereznek egy következő expedíció a Mars végrehajtásához. Itt jobb oldalt látni lehet, hogy két éves csúszással fogják majd indítani a Marshoz űrszondákat. Itt az ábrán látni lehet, hogy a Marshoz gazdaságosan 26 havonta, tehát 780 nap múlva lehet indítani hordozó rakétákat. Alkalmattán, ha embereket küldenek, akkor talán egy ilyen úgynevezett Hohmann pályán küldik majd a marsi leszállósokat. Itt van egy becslés,
hogy mikor kerülhet sor emberes Mars expedícióra. Itt látjuk a zöld, zölden jelölve a terhek elő, illetve autószállítását, és pirosak pedig az emberes Mars expedíciók megvalósításának dátumát. Mutatok itt egy ilyen orosz tervet, egy marsi űrprogramra, itt pedig magát a leszálló egységet. A NASA első pilotás Mars expedícióját tervek szerint 2030-37-ben fogják végrehajtani. Ez úgynevezett 7 hordozórakétás program, itt látni lehet ennek az egésznek a menetét. Elon Musk, ugye említettem a társaságnak, hogy marsi leszállókat készít, a tervek szerint ezekből a leszállókból képít majd egy ilyen marsi bázist, és ezzel Elon Musknak az az elképzelése, hogy a naprendszer kétbolygós civilizáció legyen, az talán megvalósítható. Itt látunk egy marsi bázist, egy jövőbeli marsi bázist. Nos, tisztelt hallgatóim! András, csak előkerestél, csak éppen kiléptem. Tehát az is lehet, hogy most tartunk egy kicsit kérdezteletek játékot, és akkor még egy kicsit tudsz el. Csak hogy megtörjük az előadásról. Megtörjük az én beszédemet. Igen. Na, még egyszer búcsúzom, mutatom a tisztelt társaságnak. Mindenkinek javaslom a könnyű beszerzését, tanulmányozását és reklámját csinálni a könnyűnek. No, akkor... Nagyon szépen köszönjük, András, az előadást, és akkor ahogy megbeszéltük, ugye egy jó előadás az az a jó, hogyha előre van olyan ember, akit fölkér az ember, hogy kérdezzen, tehát volt előtt a MOND korábbi elnöke, és egyébként ennek a csillagász és ennek a kérdésnek is az egyik szakmai, hát, hogy mondjam, referense, ismerője, fog néhány kérdést föltenni, csak azért, hogy beinduljon az élet, és utána azt szeretném kérni, hogy bárki szabadon, még egyszer nyugodtan lehet, akár egyetértőleg, akár vitatóan, akár információt kérőleg hozzászólni az előadáshoz. Először akkor előtt parancsolj. Köszönöm szépen. András, én talán azzal kezdeném, hogy ugye, amit a bevezető részben elmondtál az űrszondás kísérletekről, ott is többször utaltál arra, hogy ezek azért jelzik azt, hogy a Marson jelen van az élet. Igen. Utána, ugye a Vikingnél nagyon határozottan, de a többinél is úgy finoman céloztál arra, hogy igen, ezek az életre utalnak. A következő részben a dűnefoltoknál ti adtatok egy olyan magyarázatot, hogy itt az egyik lehetséges magyarázat az, hogy ez valamilyen életjelenséggel áll kapcsolatban. Igen. Itt zárójelben megkérdezném, hogy a 110 hivatkozás, amit említettél, abból mennyi volt az, aki csak úgy hivatkozott rátok, mint érdekesség? Voltak-e olyanok, akik azt mondták, hogy igen, ezt ők alátámasztják, és voltak-e olyan publikációk, amik vitatkoztak és kétségbe vonták a ti hipotéziseteket? Nem a foltok létét, hát azok ott vannak a képen, de az, hogy ti ehhez milyen magyarázatot adtatok? Jó kérdést tettél föl. Igazán a lindésekkel kapcsolatos komoly kritika tulajdonképpen nem jelent meg, nem csak szakcikkeket jelentettük meg az anyagok kapcsolatban, hanem kb. 2 vagy 3 olyan könyv van, amelyikben maga a hipotézis le volt írva. Ennyit tudok válaszolni. Ez nagyon jó válasz. Nagyon jó válasz, mert ezzel besétáltál a következő kérdés csapdájába, hiszen ha feltételezzük azt,
Ugye senki nem cáfolta meg a hipotéziseteket, tehát feltételezzük azt, hogy mikrobális élet legalább van jelen a Marson, akkor hogy tudjuk ezt összeegyeztetni azzal, hogy embereket küldünk oda? Lehet-e az emberes küldetéseket annyira elszigetelni a környezettől, hogy az emberek jelenléte ne szennyezze be az ott lévő feltételezett marsi mikrobális életet, ugye? És számíthatunk-e arra, hogy most a mai naptól, vagy mondjuk legkésőbb holnaptól varázsütésre minden megváltozik, és az a rengeteg hiba, amit te felsoroltál, az mind eltűnik, és mind kiküszöbölődik, és mostantól csak tökéletesen hibátlan küldetések lesznek, és minden nagyon jól működik. Egy űrhajós se fogja az életét veszteni a Marson, nem fog kiszivárogni semmilyen szennyeződés a marsbázisról, és így tovább. Hogy jön ez össze? Ugye oda akarunk menni, azt mondjuk, hogy ott van a mikrobális élet, amit nem lenne jó beszennyezni, és mégis embereket küldünk oda automaták helyett. Nem egy őrültség ez? De ez abszolút őrültség, csak arra gondolok, hogy ugye mi van a Földön. Ugye a Földön pontosan ugyanazt csináljuk, itt szennyezzük, ott szennyezzük. Amit szennyezzük, tudjuk, hogy ez számunkra káros, mégis csináljuk. Azt gondolom, hogy ez egy nagy ellentmondás, amit te felfedeztél, hogy oda akarunk menni, és hogy ott van mikrobiális élet, akkor jó volna ezt megóvni, vigyázni rá, tanulmányozni a helyszínen. Hát ez jövő útja, gondolom én. De ugye abban egyetértünk, hogy a kettő együtt azért igen, nehezen megy. Igen, ebben abszolút igazad van, de hát ennek ellenére azért szeretnénk bizonyosságot szerezni arról, hogy tényleg van mikrobiális élet, megvizsgálni, hogy ez milyen. Hát ezért csinálják ezt a Perseverance kísérletet, hogy egyszer legalább itt a Földön kiderítsük, hogy milyen a marsi mikrobiális élet. És hát aztán vigyázni kell, hogy ne tegyük tönkre. Pontosan ugyanúgy, mint ahogy a Földön is vigyázni kell arra, hogy ne tegyük saját magunkat tönkre, hiszen ezt folyamatosan ezt csináljuk. Úgy tűnik, hogy ezt átvisszük majd a Marsra is. Persze, de hát ezeknek a marsi talajmintáknak a visszahozása, ahogy itt az évszámokat te fölírtad, ugye abból látszik, hogy ez nem így megy, hogy csak oda megyünk és hozzuk. Persze. Hát azért ez egy, már ott van az a szonda, amelyik gyűjtögeti, igen. És majd valamikor hány év múlva érkezik vissza, mondjuk jó esetben 8-9 29. év múlva, 29-be. Érkezik vissza, igen. Az a ÉZA-NÁZA közös vállalkozás, amelyik, ha minden jól megy, akkor visszahozza akkor, ezeket. Igen. Igen. És akkor majd utána lehet évekig vizsgálgatni. Igen. Hát, mert oda a vizsgálat menni. Is eltart azért egy illetve ideig. Hát oda menni, hát tudom nagyon jól, hogy a Elon Musk mániája leszállni a Marson, függetlenül mindentől, valószínűleg ezt meg is fogja valósítani. Csak a közvetítésre való tekintettel nem teszek megjegyzést Elon Muskra. Hát nyugodtan tegyél megjegyzést. Hát nem, majd négy szem közt. Jó. Inkább átadjuk a szót a tisztelt hallgatóságnak, jó. És hadd kérdezzenek ők is. Jó, tehát lehet kérdezni. Az lenne jó, hogy tényleg kérdeznétek, csak nyugodtan, bátran. Az interneten minden örökre megmarad, a butaság is, meg az okosság is. Én azért miatt a Frey Sándornak megadnám a szót, aki alelnökünk. Egy kérdésem lenne. A Marsra, ugye, ha Amerikába akarunk utazni, akkor vízum kell. Legalábbis valamilyen fajta engedély kell, és itt tovább. A Marsra valaki úgy dönt, hogy elutazik, akkor rendben van? Ez csak úgy persze költői a kérdés, igen, csak pénz kell. Köszönöm szépen, én egy kicsit az ördög védőügyvédje szerepét szeretném eljátszani szokás szerint. És ugye azért, András, amikor te az előadásodat mondtad, akkor többször is elhangzott, hogy de igenis van élet a Marson. Igen. Azért a tudomány ennél egy kicsit konzervatívabb, nem? Tehát a konszenzus az azt mondja a Viking kísérletről, hogy annak lehetnek más magyarázatai is. Mint ahogy a dűne foltoknak is lehetnek olyan magyarázatai, amik nem kívánnak élő lényeket. Lehet.
Tehát ez inkább csak ez egy kommentár volt a történeti hűség kedvéért, hogyha majd valaki visszanézi a felvételt, akkor ne gondolja azt, hogy mindenki azt hiszi, hogy ma jelenleg van élet a Marson. Köszönöm, akkor én visszakérdezek, András, hogy igen? Most a nemzetközi csillagászatban körülbelül hogy állunk, hogyha így meg tudnád becsülni a tudományos körben, hogy van vagy nincs? Tehát ebben a kérdésben mondtad, hogy megosztott a tudomány. Melyiknek van mondjuk a tudós körökben nagyobb elfogadottsága? Lehet erről beszélni? Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok biológus szakértőnek az a véleménye, hogy a viking kísérletek azok pozitív eredménnyel zárultak. Annak ellenére, hogy ezt úgy fű alatt tartották, mondjuk a NASA teljesen érthető stratégiai lépésként. Én azt gondolom, hogy a Marson mikrobiális élet előfordul most is, ma is. Én gondolom azt. A szakértők egy része tényleg azt mondja, hogy ezeket lehet esetleg biokémiai folyamatokkal magyarázni, tehát nem feltétlenül életfolyamatokkal, de a szakértők egy jelentős része azt mondja, hogy a vikingek kimutatták a mikrobiális életet a Marson. És te említetted ezt a kb. 4,5 milliárdot, tehát hogy a Földdel egy idejű? Nagyjából igen. Ez a feltételezés? Igen. Igen. Uh-huh. Igen. Köszönöm szépen. Igen, attól függetlenül, hogy ismerjük egymást, de mindenki az internet miatt mutatkozzon be. Bérci Szaniszló vagyok az Ötös Egyetemről. A mi űrkutató csoportunk egy másik fajta mikrobiális bizonyítékot is föltárt, amelyiket meteoritekben és marsi eredetű meteoritekben is meg lehetett találni. Ez a vonal 1996-ban kezdődött, amikor az ALHA 84001-ben az amerikai McKay-féle csoport, mi is, András is találkozott velük többek között Tokióba is és Houstonba is, ez a csoport kimutatott élet eredetű nyomokat különböző hierarchia szinten a meteoritban anyagvizsgálatokkal. A mi űrkutató csoportunk 2014-ben fedezte fel a meteoritekben, és 2015-ben a marsi meteoritben, ez a Japánból kapott minta, és ez azért érdekes, mert a sergotitok azok 180 millió évesek, most úgy általában, de az amerikai minta, az ALHA 84001 viszont 4,5 milliárd éves, tehát nagyon ősi meteorit, eredetileg nem is marsinak minősítették, de utána újra mérték. Tehát a lényeg az, hogy van egy másik vonal is, és ezt a vonalat is kutatják, és hát nagyon sok olyan kísérlet is van a Földön, ami más típusú mikrobiális jelenlétnek a lehetőségét teszi mérhetővé. Például csak egyet mondok, a Keresztúri Ákosnak van sok olyan expedíciója különböző sivatagokba, jeges területekbe, ahol szintén az extremofil baktériumoknak a jelenlétét, illetve a lehetőségét kutatja. Tehát az egyik vonal a lehetőségkutatás, de a másik vonal az, hogy ott van a nyoma az anyagokban ennek az átszőtségnek. Itt vas eredetű, vas baktériumokról van szó, amelyek átalakítják, és ezért átszövik a szövetet bizonyos helyszíneken, és ez a megdöbbentő, hogy ez a kondítós anyagban is jelen van, és ebből már ugye több meteoritban először csak a mezőmadaras, a knyahinya, tehát mócs, ezek a híres magyarországi elkondítók, most a kabai meteoritban is megtaláltuk, és több más meteoritban, ugye mi kölcsönözzük a NASA-tól a holdkőzeteket, holdkőzetben is találtunk egy-két mintában is ilyen típusú nyomokat. Másik oldalról tehát nem a geológiai oldalról, hanem a mikrobiális oldalról is van megerősítése. Most csak dióhéjba jegyzem meg, hogy vagy az idén, vagy tavaly jelent meg egy bizonyos Joseph első szerzővel egy olyan cikk, amelyik végignézte a MER úrszondáknak a felszíni felvételeit, és valami 30-40 olyan nyomot mutat be,
amelyik értelmezhetők a földi különféle gombák és egyszerű élőlényeknek a sarjadzásával, jelenlétével a felvételeken. Tehát ez egy nagyon sok fronton folyó kutatás, aminek ez, amit András bemutatott, az egyik szála, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a legkorábbi szála, ha csak nem vesszük kicsit előrébb a McKay-féle amerikai, ugye Alha 84-01 egyes kutatást. Tehát összegzésképpen igenis ma az a vélemény erősödik meg az emberekben, hogy a mikrobiás szintű élet biztos, hogy megvolt, sőt, egészen a naprendszer születése koráig, ahogy az párhuzamba állítható a kontitos anyagokkal is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, igen. Nándor, parancsolj. Ja, bocsánat, egy internetes kérdés is van, de először most akkor Nándi, és utána... Nem, jön az internetes kérdés, mert akkor jön a kérdés, akkor jön a szemüveg. Olvasó szemüveg föl, és akkor mehet az internetes kérdés. Tehát az internetről, Galileo webcastról, aha, Vízipali kérdezi, hogy víz vagy valami massza volt a folyókban, nem mutatta ki az életet a viking, hanem évtizedekkel később utána számoltak az eredményeknek némelyek, és számoltak gondolom utána az eredményeknek némelyek, és egyes publikációkban, amivel nem mindenki ért egyet, jelentették, hogy úgy is lehet értelmezni bizonyos szempontból az adatokat, hogy akár élet is okozhatta azokat az eredményeket. Kérdés. Víz vagy valami massza volt a folyókban? A folyómedrek sokkal inkább maszatos hógleccser vájatok, ugyanolyanok, mint a folyómedrek. Hát Vízipali tette fel a kérdést az előadónkhoz. András. Hát ez igazából egy nehéz kérdés. A mai vizsgálatok jelentős része azt mutatja, hogy a folyómedreket víz, ráadásul folyékony víz alakította ki, amire a Pali gondol, arról én nem tudok semmit. Tehát, hogy mi az a massza, ami a folyómedreket kialakította. Ma mi azt gondoljuk, hogy a víz alakította ki a folyómedreket, rengeteg, sok ezer ilyen folyómeder van a Marson. Köszönöm szépen. Még egy internetes kérdés, és akkor utána a helyszínről. Bajnai Tibor kérdése. A viking vizsgálatait, mármint az első vizsgálatokat, megismételték a maradék tápanyaggal, és a másodszorra elvégzett kísérlet nem lett pozitív. Erről mit tudsz mondani, András? Bajnai Tibor. Nem néztem utána. Értem. Jó, akkor majd azt kérjük Tibortól, hogy vagy, bocs, egészítsd ki a kérdésedet egy további részlettel, hogy ezt honnan lehet tudni, vagy pedig majd legközelebb meghallgatjuk, akár tőled. De akkor most a helyszínen Suminszky Nándor következik. Parancsolj, Nándor. Köszönöm szépen. Hoztam a Horváth Andrásnak egy 4 évvel ezelőtti újságcikket, és mivel én ehhez keveset értek, sőt, aki írta a cikket, szerintem az is, de ezért kérdezek, mert hát, ha így, akkor okosabb leszek. Edwin Aldrin, aki ugye másodikként lépett a Holdra, ő most nem tudom pontosan, hogy egy tanulmányt vagy disszertációt, tehát egy egész komoly dolgot tett le az asztalra abban, hogy fölösleges ilyen 6-7-8-10 hordozó rakétákban gondolkodni, hanem egy olyan űrállomást kell felbocsájtani, először csak egyet, aztán majd idővel lehet többet is, de semmiképpen nem többet 4-nél vagy 5-nél, ami olyan pályán kering, ami a Marsot és a Földet is megkerüli, tehát magába foglalja. Így az ide-oda való utazásnál egy egyszerű, sima, kis teljesítményi hordozórakétával lehetne a személyzetet cserélni a Marsról a Földre vissza és oda. Ugyanígy meg lehet oldani a teherszállítást is, mert ugye állandó pályán kerül az űrállomás, nem kell sose leszállnia, és mindig csak űrhajókkal biztosítanák, úgy, mint most a Progressekkel a hagyományos űrállomások ellátását.
Ez az egyik dolog, ezért hoztam el a cikket, hogy te, mint szakértő, majd ezt tanulmányoznád. A másik dolog pedig, hogy az egész marsutazásnak a leggyengébb lánceme az ember. Én nem láttam még olyan kimondottan szakmai, orvosi elképzelést, ami előre garantálná, hogy ugye azt hiszem 0,38 a gravitációja a Földhöz viszonyítva. Jól mondom? Tehát elvileg az ember alkalmazkodna hozzá, de mi van akkor, hogyha nem? Tehát hogy fog megvalósulni az a bizonyos marsi kolónia, hogyha csak az a kényszer megoldás fog életbe lépni, hogy ugyanúgy, mint most a Föld körüli pályán keringő űrállomásoknál, hogy olyan 3 havonta ott is föl kell szállni majd egy mars körül keringő űrállomásra, és a földi gravitációnak megfelelő, mondjuk forgással előállított kabinban el kell tölteni egy ilyen readaptációt. Tehát ez a Musk-féle elgondolás, ez szerintem még a fantázia határát súrolja. És mivel te, ha jól emlékszem, András, te 2026-ot mondtál ugye az első marsutazásra, akkor ajánlok neked egy fogadást, a Theta űrkönyvtárad. Én azt mondom, hogy nem megy Elon Musk 2026-ban űrhajóval a Marsra, te meg azt mondod, hogy megy. Be van, állod? Semmi ilyesmit Elon Musk nem fog űrutazást végrehajtani, arról nem is beszélve, hogy a Marsra menni. Köszönöm szépen. Csak egy kiegészítés. Én teljesen egyetértek azzal, Nándi, ahogy kezdted, hogy a leggyengébb láncszem itt az ember, de hozzátenném azt, hogy az én véleményem szerint nem is a 0,38 Mars felszíni gravitáció miatt, hanem az, hogy azért odáig el kell menni a kozmikus sugárzásban, meg ott is van némi sugárzás. Hát nem hiszem, hogy meg tudjuk vitatni, hogy melyik a súlyosabb, de én azt hiszem, hogy mind a kettő alátámasztja azt, hogy a leggyengébb láncszem itt az ember. Köszönöm. Egy kiegészítést, akkor egy kérdés, vagy talán inkább vélemény Ordasi Andristól. Szeretnék a Mars élet megtalálása mellett érvelőknek egy klasszikusat idézni, hogy a tudományosság áldozatául ne essen a véleményeknek. És Carl Sagant idézi, aki azt mondja, hogy extraordinary claims require extraordinary evidence. András, ez hozzád szólt a kérdés. Igen, akkor azt nagyon be kell bizonyítani. Igen, hát ez a lényege, hogy az nem feltételezések, hanem ha nagyon nagyot mondasz, akkor nagyon nagyot kell igazolni mellé. Hát igazából ez folyik ma a marskutatásban. Mindenki megpróbál nagyon nagyot mondani, és nagyon nagyot bizonyítani. Nem elég jók a bizonyítékok ma, de talán reméljük, hogy jövőben lesznek. Jó napot kívánok, Arnóc István. Nekem az lenne az előadó úrhoz a kérdésem, hogy elmondtuk, illetve többen érveltünk, hogy miért lenne rossz, ha ember menne, és hogy pár érvet, ha felsorolna, hogy miért lenne jó, hogyha robotok helyett ember menne a Marsra. Tehát mi lenne az előny a robotokkal szemben? Hát az embereknek az az előnye, hogy emberek. Az emberek többet tudnak, mint a robotok, és valószínűleg jövőben is többet fognak tudni. Az emberben van egy olyan fantasztikus kíváncsiság, ami bizonyítja azt, hogy az embereknek érdemes elmenni olyan helyre, ahol a viszonyok fantasztikusak. Ilyen viszonyok között az ember fantasztikus dolgokra képes, gondolom én. További kérdés. Lehet nagyon extrémet is kérdezni. Ha nem akar a társaság, én kérdezek, csak azt kérdezném tőled, András, ezt általában minden Mars kolónia tervezőhöz felszoktam tenni ezt a kérdést, amikor nagyban gondolkodunk. Tehát nem arról, hogy 3 kutatót valami nagyon, nagyon különleges körülmények között, mint mondjuk a nemzetközi űrállomáson néhány tucatot elhelyezünk, hanem hogyha tényleg a második vagy 2 bolygósként akarunk élni,
mint emberiség, hogy itt a Földön 2-3 fokos klímaváltozás, tehát eltérés attól az állapottól, amit ismerünk, az gyakorlatilag olyan fenyegetést jelent az egész bioszférára és az emberiségre, hogy nagyon tartunk tőle. Tehát az egész világ mindenféle akciókat tervez, hogy ezt hogy lehet elkerülni, megúszni, tompítani, mert ha ez néhány, mondjuk 10 fokot elérne, akkor a mai tudásunk szerint itt mindenki pusztul, vagy átalakul, de hogy az ember nem marad meg, az biztos. Hogy gondoljuk azt, hogy a marsi körülmények között, amelyek körülbelül 150 fokkal térnek el hőmérsékletben, aztán mondjuk súlytalanság, tehát a gravitációban, légnyomásban és így tovább, tehát hogy paramétereiben nagyon eltérnek, hogy az egy egész emberiség számára egy lehetséges élettér. Hogyha itt a Földön 5 fokot nem tudunk megoldani, és pánikban vagyunk. Erre nekem kellene választ adni? Hát én nem tudom, te vagy az előadó, most kénytelen vagy te. Más az előadó, akkor majd mástól kérdezünk ilyet. Vagy kérdezek én, ha a közönség nem kérdez. Úgyhogy reménykedj, hogy a közönség kérdez. Hívd meg Szarka László akadémikust, majd ő válaszol erre. Ez az. Na, ez egy jó ötlet, de most nincs itt a Szarkaci. Úgyhogy aki ismeri a véleményét, például te András, akkor tolmács. Nem hallottam az előadását, bár volt egy ilyen előadása a Szarka Lászlónak. Akkor ez a kérdés most nyitva marad, de a közönség számára ne szalasszátok-e az alkalmat, hogy András lehet sarokba szorítani, kérdezni, sőt, azért többi kollégát is lehet nyugodtan kérdezni. Igen, igen. Jó, végre egy bátorság. Kút János vagyok, és csak arról érdeklődnék, hogy a sötétfoltoknak mi lehet az alternatív magyarázata? Mert az, hogy élettel magyarázzuk, az akkor cáfolunk más magyarázatokat vele. Miért jobb az életmagyarázat, mint más magyarázatok? Ha hangosabban föltennéd és megérteném a kérdést, talán tudnék válaszolni. Nem értem a kérdésedet. A kérdés az lenne, hogy milyen más magyarázat lehetséges a foltokra? Jó, most már felfogtam a kérdést. Azok, akik vitatják. Szaniszló, mit mondanak azok, akik kitalálták? Ugye a Bérci Szaniszló részt vett ebben a kutatásban. Akkor én most nem ezzel kezdenem, ugye volt ez a Spider, egyéb modellek, tehát mások, ugye mert miről van szó, hogy itt elpárolog azokon a helyeken az a sötét dűnét borító jég, illetve hóanyag, és ezt másképp is lehet értelmezni. Tehát azért jönnek a foltok, mert ott a mi feltételezésünk szerint az élet is közreműködik, hamarabb folyósít, hamarabb párologtat, és ezért ott kiválik és csupasszá válik az alatta lévő sötét színű bazaltos homok. Tehát ez az alapjelenség. Tehát, de most előbb is elhangzott a kérdések, ha már megkaptam a javaslatot Andrástól, tehát azok a hivatkozások, amit mi a nemzetközi irodalomban kaptunk, azok elsősorban ennek a geológiai földrajzi komplex kérdéskörnek a témáját érintették, ugyanis a lefolyások, azok is másféle formában is értelmezhetők, és ezeket sokan áttekintették. Más típusú lefolyások és lecsúszások vannak az egyenlítői zónában, mások a mérsékeltövi, és mások a poláris zónában. Ott mindent más az anyag is. Van, ahol megfolyósítja az a kevés víz magát, azt a törmelékanyagot, illetve van, ahol igazából szivárgás van, hát mi is úgy nevezzük, hogy seepages, ahol azokat a lefolyás frontokat mutatta András a felvételeken, ez megint egy más típusú értelmezés, és ez összhangban van a DDS-ekkel. Tehát azért ez egy nagyon összetett kérdés, és sokféle oldalról közelítettük meg a modellt, hogy milyen szereplőket tételezünk föl benne, ezért ez,
Ezt nem biztos, hogy ilyen gyorsan majd el lehet dönteni, ez tényleg csak úgy lehet, hogy az András is mondta, oda szálljon le egy űrszonda, és töltsön el elég hosszú időt mellette. Ezzel lehetne biztosan eldönteni. Igen, csak akkor én most hagyj legyek a botelődnek a magyar hangja. Tehát, hogy akkor azt mondom, hogy igen, de leszáll oda egy emberes expedíció, és egészen biztos, hogy saját maga révén szállítja oda az élet különböző formáit. És majd 20 év múlva ez az elterjedt érett formát valamilyen adatbegyűjtő eszköz fölfedezi, és megállapítja, hogy ez egészen biztos evidens, hogy életforma. És akkor persze, mert mi vittük oda. Tehát ha megjelenik ott az ember, akkor hogyan tudjuk a jövőben biztosítani? Nem tudom, hogy kell-e. Tehát, hogy a tudomány megére annyit, hogy nem kezdjük el, idézve mondom, belakni a Marsot. Tehát megére annyit az a tudományos kérdés eldöntése, hogy volt-e a Marson élet, míg oda nem ment az ember. De ha oda megy az ember, akkor utána ez a kérdés szerintem már nem nagyon tehető föl. Tehát egyszerűen értelmét veszíti, mert az ember oda megy, akkor viszi, viszi az egész biológiáját. És akkor utána már fölfedezni azt, hogy van élet a Marson, persze, hát ott van Jenőke, ő vitte oda. Tehát, hogy ez így nem, én ezt nem nagyon értem, logikailag nem értem, hogy akarjuk. Vagy akkor föladtuk, és most a mostani vizsgálatok alapján megállapítjuk, hogy volt-e az ember előtt élet a Marson. Mert ezt az egy kérdést lehet akkor logikailag föltenni. Azt már nem lehet föltenni, hogy van-e. Csak azt, hogy volt-e. De nem tudom, András, hát... Tulajdonképpen egy nehéz kérdés, amit a Botaud is fel szokott tenni, hogy érdemes-e embernek a Marsra leszállni? Lényegileg te is. Ja, jó. Lényegileg te is ezt a kérdést tetted föl. Ez egy furcsa kutatási kérdés, hogyha van valahol valamilyen érdekes jelenség, akkor oda embernek el kell mennie. Én úgy érzem, hogy a Marson rengeteg olyan érdekes jelenség van, amit vizsgálni kell. Igaz, hogy a vizsgálatokkal bele fogunk avatkozni a marsi viszonyokba, és el fogjuk rontani azokat. Tehát nehéz kérdés az, hogy vajon menjünk, vagy ne menjünk. Előtt azt szoktam mondani, hogy ne menjünk. Te most feltetted a kérdést, hogy vajon elmehetünk-e a Marsra, és elronthatjuk az ottani viszonyokat, egyáltalán ki tudjuk-e deríteni azt, hogy volt-e valaha ott olyan valami, ami emberek nélkül megjelent. Ez egy nagyon nehéz kérdés, ez ilyen kutatási alapállapot, hogyha valahol van valami érdekes jelenség, akkor ezt közelről meg kell vizsgálni. A Mars ilyen. Ott vannak olyan érdekes jelenségek, amelyeket közelről meg kell vizsgálni. Annak ellenére, hogy a beavatkozás azt jelenti, hogy valamit elrontunk. Csak azt akartam mondani, hogy én nem mondtam, és nem is mondanám, hogy elrontjuk. Én csak azt mondom, hogy megváltoztatjuk. Mert ugye mi a B-verzió, megvárjuk, mint a Földön is, hogy néhány milliárd év alatt kialakulott az élet. Ebből a mikrobiológiai környezetből. Tehát ez a B-verzió, hogy várunk néhány milliárd évet, és megnézzük, hogy mi lesz vele. Hát ehhez képest lehet, hogy tényleg kisebb probléma az, hogy hát majd nem fogjuk megtudni már soha, hogy volt-e 4,5 milliárd éve ott élet. Vagy hát, esetleg lesznek olyan fejlett eszközeink, hogy annak ellenére, hogy beszennyeztük, mégis meg tudjuk majd mondani, hogy valahol ott a kőzetek, vagy valami alapján, hogy mégiscsak volt ott élet. De miért Szanisztó megadta a választ a te kérdésedre, hogy igen, a Marson valamikor volt? Nem, az egy magyarázata a kőzet változásoknak. Egy magyarázata, ugye itt most nem az internetről nem akarom felolvasni, de többen pont ezt magyarázzák, ugye ezt cáfolgatják, hogy de más kutatók azt mondják, hogy ezek a jelenségek nem feltétlenül élethez kapcsolódó folyamatokból kialakult jelenségek. Itt van kérdés.
mindenik más. Ez más, amit mutatok. Nem, ezt nem látják, vagy nem hallják az internetesek, és mérgesek lesznek. Többen vannak, mint mi itt, úgyhogy léci. Itt azért az is fontos megjegyezni, hogy különböző szinteken jelenhet meg az élet. Amit mi mértünk, az egy mikrobiális élet, egy egysejtű világ, aminek tengernyi, még az ipari hasznosítása is már a Földön, mert hiszen a mikrobákat tulajdonképpen érc kiválasztásra, érc bányászatra is használják, tehát ez az oldala biztos, hogy egész más, mint az, amit ez a Joseph cikk írt le, amelyik meg azt írja le, hogy ilyen-olyan gombák és különböző sarjadzások figyelhetők meg az elmúlt 10 év, vagy 15 év, ugye az opportunity felszínen töltöttsége. Az egy soksejtű élet, még ha alacsonyabb szinten is van. Aztán ugye ezeknek is lehet egy közösségi szintű élete. Tehát az élet az nem csak olyan, hogy van ott valami, hanem az a nagyon bonyolult összjátéka, és egy másik ágon is válasz a kérdésre, ha oda megyünk emberek, a mi mikrobáink nem tudnak ott élni. Direkt azért kutatják az extremofil, a különleges életviszonyok, hideg, sugárzástűrés, forróság, stb. Baktériumokat és mikrobákat, hogy azok milyen viszonyok között találhatók meg a Földön. Érdemes az Andrásnak a viking kísérletéhez kapcsolni. Volt egy bizonyos Visnyák nevű kutató, akinek a kísérlete azért maradt re, mert a 4 darab kísérletből egyet le kellett hagyni, és ő elment a szárazvölgybe, az Antarktiszra, és ott, hát aztán szegény ott halt meg, de ott bemutatta, hogy az ő módszerével, hogy megzavarosodik az a táptalaj, ki lehetett volna mutatni az életet a vikingen, esetleg nagyobb biztonsággal, mint ezzel a másik Levin-féle kísérlettel. Tehát egy nagyon összetett kérdés. Köszönöm szépen, itt még egy kérdés. Igen. Egyrészt az interneten elbeszélgetnek itt egymással a hallgatók arról, hogy az embereket el lehet-e látni oxigénnel meg élelmiszerrel, valószínűleg nehéz. De én azt szerettem volna csak hozzáfűzni, hogy ha találunk esetleg valamilyen régi életformát, vagy valamilyen életformát a Marson, akkor csak akkor nem tudjuk eldönteni, hogy az emberi eredetű, vagy földi eredetű, vagy marsi eredetű-e, ha nem tudjuk rendesen megvizsgálni, hiszen szinte kizárt, hogy párhuzamosan ugyanolyan életformák fejlődjenek ki, vagy ugyanolyan DNS, vagy RNS láncok fejlődjenek ki. Tehát nem hiszem, hogyha hasonló mondjuk baktériumokat találnak a Marson, akkor az ne a Földről származna. Itt a végén volt egy kérdés, mint egy kérdőjelként, bár kijelentő mondat, hogyha hasonló, tehát nem, de tehát már legalább bakteriális szintű anyagokat találunk, mint a Földön, akkor az elképzelhető-e, hogy teljesen spontán ugyanaz alakuljon ki egy másik bolygón? Csak egy elvi válasz erre. Azt mondtad, hogy ez szinte kizárt. Semmi sem kizárt. Tehát ez egy feltételezés, ami már a kutatást beszűkíti. Ugye, még mielőtt átadom szót, ugye az ismert, hogy különböző meteoritokon, meg egyebeken keresztül, becsapódásokon keresztül egyfajta belső fertőzés a naprendszerben is van. Tehát az teljesen elképzelhető, hogy azért azonos, mert mondjuk néhány milliárd évvel ezelőtt egy becsapódás következtében elindult kis részecske becsapódik később a Marsba. És akkor mondjuk egy földbe korábban becsapódott, vagy vice versa. Tehát ez azért, ezért elvileg legalábbis egy ekkora mikrokörnyezetben, mint egy naprendszer, szerintem elképzelhető, hogy azonos feltételek alakul, vagy azonos rendszerek alakulnak ki. Hát azt nem tudom, hogy galaxisok között ez létezhet-e, de mondjuk ilyen mikroszinten ez biztos igaz. Akkor először előd, és utána szóval. Mert ugye a másik lehetőség az, hogyha van valamilyen biokémiai vagy molekuláris szükségszerűség, hogy ennek így kell fejlődnie, és akkor nem lepődünk meg azon, hogyha egy távoli égitesten is valami hasonló biokémiát találunk. Ezt nem tudjuk, mert csak a földi életet ismerjük, tehát nem tudjuk, hogy szükségszerű-e, hogy ide jusson el a fejlődés, vagy pedig nem. Majd esetleg, mikor Ferenc Csaba lesz a vendégünk. Igen, akkor őtől. Ja, Szaniszló, igen.
Vagy még egy másik megoldás, hogyha a forrás még korábbi, mint ezek a szereplők. És ez azt jelenti, hogyha az előző csillagkorszak maradékából jut ide, az a bizonyos mindent befertőző mikróba forrás, akkor igenis lehet különböző, és éppen ez az, ami megmutatkozik a meteoritekben, hogy közös a forrás, amit megtalálunk a Földön, az megtaláljuk a meteoritban is, megtaláljuk a Marsiban is. Tehát a közös forrása nem teszi szükségszerűvé, hogy itt eredjen. Hát az 4,5 milliárd éves Föld előtt eltelt ugye 18 milliárd év, az alatt bőven kifejlődhetett az élet, és ahogy a csillagok szétrobbantak, a külső tartományok azok hűvösek maradnak, és a külső tartományok összeérnek, tehát a külső tartományokban, ahol ma is van beszállítás, meg a kondritok, ez a tartomány mindenféleképpen őrizhet ilyen régi nyomokat, és ez meg lehet mikróba formájában is. Maga jön, vagy? Nem tudom. Ha már hozzám került, csak egy gondolatot, hogy az elhangzott elméletek szerint ezek az élőlények legalább 4 milliárd évet elszeparálva töltöttek, és elég nagyobb méretű közösséget formáltak elég különböző környezetekben. Tehát, hogy ez eléggé a fejlődésükön, ami lezajlott, az nyomot hagy. Relatíve egyértelműen. Ez egy eléggé tág feltételezés, ami szerintem nem szűkíti be annyira a kutatás, hogy ne legyenek megfelelő közelítők. Hát, ha feljöttek, de nem feltétlenül feljöttek. Hát ez szanisztó, igen. Tehát itt válik el a két kérdés. Amiről András beszélt az MSO-knál, az azt jelenti, hogy ott a spórák léteznek, és ma is újra és újra üzembe lépnek. Amit mi találtunk a meteoritekben, azok olyan nyomok, amik átszövik az egészet. Igen ám, de ez a meteoritnak a kora 4,5 milliárd év, vagy az az idő, amikor kiszakadt a Marsból, akkor is jelen volt. Tehát ez nyom, ami csak azt mutatja, hogy abban az időben jelen volt. Na de a Földön is így tudjuk látni a régiséget, azon kívül, hogy folyamatos máig, hogy elmegyünk egy sziklába, 600 millió éves, most már ennek a témának a szakértője érdemes lenne meghívni Polgári Márta, geológus, aki az Akadémiai Kutatóintézetben és az EGRI Egyetemen dolgozik, és ő szépen be tudná mutatni, ő igazából ilyen típusú átalakulásokat vizsgált a földi nagy mangánész telepeken. Ma már ő egy világ szakértő, akit megkeresnek Kínából, Brazíliából, Oroszföldről, ahol ilyen típusú kőzettestek előfordulnak, mert ezt ő tárta föl, de ez mindig arra a korra jellemző nyom. Az más kérdés, hogy a Földön ma is jelen vannak ezek, tehát például egy hajó elsüllyed, akkor a rozsdájába ott meg lehet találni ezeket a füzéreket a vasbaktérium rozsdásodás során. Tehát más dolog a Földön, ahol mindig élőként jelen van, és más dolog az, amikor itt-ott amott nyomként találom. Na de a nyomok összeállnak egy láncá, a Földön is összeállnak milliárd éves korokig, tehát akkor másutt is jogos a feltételezés, hogy ott is megtalálhatók, tehát tovább lehet fejteni a láncot, és akkor legközelebb már majd, hogyha a külső eredetű meteoritot vizsgálunk, és abba is megtaláljuk, tehát fokozatosan lehet csak kiterjeszteni egy-egy ilyen, hogy mondjam, kozmikus szereplőnek a jelenlétét. Ez ma még feladat. Tehát más típusú az az élet, ami mindig jelen van, és megújul mondjuk minden évszakban, ősszel, tavasszal, nyáron, vagy amikor a foltosodás történik, és más az, egész más típusú élet az, amit mi a meteoritokban találunk. Ez mutatja, hogy sok ágon fut a cselekmény, tehát itt nagyon sok mindenféle életről van szó. Akkor lehet egy laikus kérdés megint, csak van-e kérdés? Az első laikus kérdés, hogy van-e kérdés? Ha nincs, akkor muszáj nekem nagyon butaságokat kérdezem, tehát előadómtól kérdezem, vagy a helyszínen levőktől, hogy van-e ilyen jellegű, vagy ehhez hasonló bizonyíték valamilyen forma, valamilyen élő formára, ami régebbi, mint a naprendszer. Tehát, hogy van-e már olyan külső, hogy 7 vagy 8 milliárd évvel ezelőtti kőzetben talált? Nincs. Tehát egyelőre nincs. Mert olyan kőzetet nem találtunk még. Jó, de azt nem azt mondtuk, hogy nincs, csak hogy még nem találtunk.
a naprendszer. Nem veszük indirekt közöntéknak, hogy ezek egyveretűek, tehát mindnek az ős forrása közös, ami naprendszer előtt jön. Ez egy indirekt igazolás. Értem, mondjuk. Nem biztos, de nagyjából értem, hogy mire gondoltok. Igen, akkor további kérdés. Akkor előadunk ki a szó, hogy fúzze tovább a gondolatláncát, hogyha ez az eddig elhangzottakhoz egy kicsi zárszót, András. Nem is kell kicsit, hanem ahogy jól lesz. Hát tulajdonképpen itt a beszélgetésből az derült ki, hogy a Marssal kapcsolatos életjelenségek azok rendkívül bonyolultak, mint ahogy Stanislaw mondta. Magyarul van mit keresni a Marson, még mielőtt az emberek leszállnának, és igazából még az is elképzelhető, hogy ez az új kísérletsorozat, amit a Perseverance végrehajt, hogy esetleg új és érdekes eredményeket hoz majd, amikor visszaérkeznek azok a talajminták, amelyeket a Perseverance össze fog gyűjteni. Most mennyire vagy optimista? Tehát, hogy tehát igazolni fogja-e a mondjuk egy 4-5 év múlva, ugye, vagy 9 év múlva megérkező anyag, mondjuk 10 év múlva igazolni fogja-e, hogy a Viking kísérletek igenis megalapozottak voltak, és van életnyoma. Ha tudnánk, hogy igazolni fogja, akkor nem csinálnánk meg. Hát nem, de azért igen. Már ahhoz is kell némi optimizmus, hogy ezek 9 év múlva megérkezzenek. Várjuk azért, elődött halljuk az öreg. Már ahhoz is kell némi optimizmus, hogy azt gondoljuk, hogy ezek a minták 9 év múlva tényleg ide érkeznek a Földre. Mert azért ez egy rendkívül bonyolult folyamat, hogy oda menni, összegyűjteni, berakni azokba a kapszulákba, érte menni, megtalálni, elindulni, visszahozni, Mars körüli pályán összekapcsolódni, onnan visszajönni, leszállni a Földre. Szóval ez nem olyan, hogy itten kivetítünk egy képet, oda megyünk, visszahozzuk, már itt is van. Igen, azért azt mondja az előtt, hogy jó lenne 2 kapszulát legalább ott hagyni, hogyha az első kísérlet nem sikerül, akkor legyen mit azért másodszorra hazahozni. Na jó, szóval viccet félretéve, hát igen, hát nyilván. Tulajdonképpen azért azt érdemes lenne hozzátenni, hogy a Perseverance kísérlet, ez egy fantasztikus nagy kihívás. Hát több mint 40 ilyen kapszulát, ilyen hüvelykújnyi kapszulát szeretnének összegyűjteni. Ugye emlékszünk arra, hogy az első ilyen mintagyűjtés az olyan volt, hogy furtak, és akkor homok kiszorodott, magyarul nulla volt az eredmény, de amikor kőzetekbe belefúrtak, onnan már szép eredményt kaptak, hogy vajon az 43-szor sikerülni fog, az csak a Jóisten tudja. És megint egy nagyon laikus kérdés, nem ismerem a Mars felszínét, de itt biztos vannak, akik sokkal jobban ismerik. Tehát ott előfordulhat-e, hogy porviharok vagy ilyesmi miatt mondjuk a Mars felszínén ezek eltűnnek egyszerűen, elborítja a felszín anyag. És nem található, már persze detektorral, vagy valamivel felfedezhető, tehát elképzelhető ilyesmi, vagy nem. Tehát az inkább azt mondjátok, hogy az egy elég stabil felszín, ha azon leteszek valamit, akkor 20 év múlva is ott van, és látom. Igen, csak hiába kicsi a Mars, ahhoz azért elég nagy, hogy ottan megnavigálni, pontot leszállni, tényleg beazonosítani azt a helyet, és ott megtalálni a sok szikla között. Szóval ez nem egy egyszerű dolog. Technikailag kivitelezhető, de nem egyszerű, és nem garantálható a siker. Hát drukkolni kell, hogy sikerüljön, mint ahogy annak is drukkolni kell, hogy a 43 kapszula ne üres maradjon. Igen. Nagyon szépen köszönöm. András, nagyon szépen köszönjük az előadást. Szívesen, és mindenkinek köszönöm, hogy itt volt. Hozzá szeretném tenni, a MANT tagok is tudják Andrásról, András a 80. életévét ebben a
az esztendőben töltötte be, és ünnepeltük, köszöntöttük együtt, és ő ennek a űrkorszak szeminárium sorozatnak az egyik ilyen 80 éves előadója, lesz még 4 hasonló előadónk a következő 1 év folyamán, de nagy szeretettel akkor még egyszer köszönjük, hogy itt voltál köztünk, és mindenkinek köszönjük, aki itt volt, az interneteseknek is, a kérdéseket is. Köszönöm. Valamint a munkatársaimnak, akik ezt megszervezték, Anna Krisztinának és az egész stábnak, aki ezt felvette, rögzítette, internetetette. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy itt voltatok.